Tisztelettel köszöntöm a mai lakossági fórum valamennyi résztvevőjét. A mai lakossági fórum célja, hogy a település rendezési tervének módosítása, a település szerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének módosításához azokat a felmerülő kérdéseket meg tudjuk válaszolni a mai napon, amelyek esetleg fölmerültek azok körében, akik úgy gondolták, hogy élnek azzal az állampolgári lehetőséggel, hogy ezen a lakossági fórumon fölteszik kérdéseiket, kikérik azokat a véleményeket, amelyek őket érintik. Két rendezési cél került a mai lakossági fórumra megjelölésre, a karcagi településrendezési eszköz módosítása, úgyhogy lehetővé váljon a jelenleg belterület 531/1, 531/2 és 532-es helyrajzi számú földrészletek által alkotott település rész külterületbe csatolása, illetve a második rendezési cél a karcagi építési szabályzat módosítása úgy, hogy VT1-jelű építési övezetben közlekedési vagy közmű létesítmény elhelyezése céljából lehetővé váljon legalább 20 négyzetméteres önálló földrészlet kialakítása a jelenlegi 500 négyzetméter helyett. Az első rendezési terv, hogyha kicsit érthetőbben szeretnénk megfogalmazni, akkor az a Vágóhíd út és környékének bizonyos részeinek, tehát a gyepmesteri telepnek a külterületbe való átsorolása, a második rendezési cél pedig a pályázaton megvalósult kerékpárút fejlesztési programnak a Táncsics körút és a busz állomás, tehát a Volán telep környékének egyfajta rendezése, hiszen ott egy kisebb területet meg kell vásárolni az államtól a Volán kezelésében lévő területből, hogy a kerékpárút megfeleljen mindazon szakhatósági előírásoknak, amely a később üzemeltetése során szükségessé válik Karcag önkormányzata számára. Tehát ez a két rendezési cél az, amelynek kapcsán szerettük volna hallani azokat a véleményeket, kérdéseket, amelyek esetleg fölmerültek a lakosság körében. Én úgy ítélem meg, hogy a lakossági fórumot a megfelelő helyeken, a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdettük meg, mivel érdeklődő jelen pillanatban nincs ezen a lakossági fórumon, úgy én a lakossági fórumot bezárom, és azoknak a előre leírt elveknek megfelelően, amely egy ilyen rendezési cél módosításához szükséges, kerül majd beterjesztésre az anyag a képviselőtestület elé jóváhagyásra. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, a részvételt, a mai fórumot érdeklődés hiányában bezárom.